Ukrajna új ellentámadást és hadműveletet készít elő a fronton. Jól lehet, most a védekezés az elsődleges feladat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök a Fox News amerikai TV csatornának adott interjújában. Zelenszky jelezte, hogy a védekezés nagy feladat és kihívás egy olyan nagy országgal szemben, mint Oroszország. A 2023-as ukrán ellentámadással és annak nagyobb hatékonyságára vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban elmondta, hogy mindenek előtt a katonák életére kell gondolni, mert ha a katonák elvesznek, Ukrajna mindent elveszít. Arra kérdésre, hogy az ellentámadás sikeresebb lett volna-e, ha Ukrajna időben megkapta volna a fegyvereket, az államfő hangsúlyozta, hogy nem a múltra kell emlékezni, hanem a jelenre kell gondolni. Ukrajnának szüksége van Patriot légvédelmi rendszerekre, nagyhatótávolságú fegyverekre, stb. Nem igazságos a helyzet a fronton, mert nem egyenlők az erők, tette hozzá Volodymyr Zelenszky.